Szervusztok, kedves emberek! Hát jó napot kívánok ismételten mindenkinek! Ott van a táskám, és a táskám mellett ott alul láthattok egy ilyen kis valamit, az nem más, mint egy Canon fényképezőgép, viszont a Canon fényképezőgépből most kivételesen nem egy, hanem ott is van egy a háttérben valahol, hanem kettő érkezett hozzánk tesztelésre, de a mai főszereplőnk mégsem a Canon fényképezőgépeknek a nagy csapata, vagy nagy sorozata, hanem egy másik japán cucc, méghozzá a Honda CB500RA motorkerékpár. Igazából a Honda CB sorozata szerencsére így az idei nyáron ki tudjuk próbálni, tehát meg tudom nézni alaposabban, 500-as, 400-as, 650-es, stb. RA, RX végezetű motorkerékpárok, és hát nagyjából egyébként sok különbség úgy azon kívül, hogy ugye magának a motornak a térfogata 400-as, 500-as vagy 650-es, mondhatnánk azt is, hogy nem sok van, de közben meg mégis, mert ilyen kis apró kis finomságok, villaszög elrendezése, azon kívül a váznak, magának az alváznak, tehát nem alváznak, hanem magának a motorváznak a kialakítása, a motorblokk elhelyezkedése, úgy itt vannak különböző trükkök a Honda CB sorozaton belül. És hát a Honda CB sorozat az szerény véleményem szerint, ugye hát itt mégis teszt a lelke mindennek is, hát én vagyok itt ennek a nagy tudója mindennek is, mondhatnánk azt, de persze lehetnél te is jelentkezni, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy a Honda CB sorozat nekem elsőre az a motor jut eszembe mindig róla, amint tanultam, az pedig a Hornet. És ugye a Hornetről tudjuk azt, Honda Hornetről tudjuk azt, hogy ez egy legsikeresebb gépjármű, illetve motorja a márkának. És a CB sorozat az méltán lett az utódja. És ha legalább akkora sikereket tud elérni, az, hogy így folyik rólam a víz, az köszönhet annak, hogy rajtam van a gabát, szerintem ezt előbb-utóbb majd le is fogom venni, mert ez így nem lehet így tesztelgetni, hogy ilyen izzat vagy, meg ilyesmi. De hogy a Honda CB sorozatnak a legnagyobb előnye, erénye, nem is tudom még, hogy miket mondjak, az maga az ülés pozíció, hogy ülsz a gépen, a könnyű kezelhetősége, és hát nem utolsó sorban a 400-as motorral sikerült megtapasztalnom azt, hogy hát kikanyarodott elém egy úriember. Nem mentem szerencsére gyorsan, 50-nel mentem így a lakótelepen belül, jó, mondjuk lehet, hogy 55 volt, de hogy nem szágúdoztam, viszont tehát ilyen nagyon közel kikanyarodott elém az úriember, és majd észrevett, hogy a másik oldal is jön valami, ezért csontra előttem így fogott egy csatút, mert őt szemben egy kamion érkezett, de ő bátor volt. És hát akkor így az ember ilyenkor elvégez egy vészfékezést, amit ugye tanult a Safety Hungary-nél, ugye Kőbányán. Megpróbáltam vészfékezni, és hát az ABS nevezetű kis segéd, ilyen kis biztonsági megoldás a Honda motorokon ugye már megtalálható, és hát az ABS-nek köszönhetően sikerült úgy megállnom, hogy egyrészt nem ütöttem el sem az autót, másrészt nem kocoltam le sem a motort, harmadrészt fel sem baroltam, hanem úgy megálltam, mint a szög, ahogy szokták mondani, vagy mint Katiban a gyerek, vagy valami ilyesmi, de hogy az a lényeg, hogy a Honda CB sorozat baromi biztonságos számomra, ezt már tudom, nagyon kényelmes, imádom, hát ha választhatnék sok-sok motor közül, biztos, hogy ott van a topon, amit megtartanánk hosszú távra és tesztelgetnénk, hát így 2-3 évig. Most is röviden ennyi, a többit azt el tudjátok olvasni tesztelekeminnenek.hu oldalon, és hát ne felejtsetek el, maradjatok velünk mindenféle Instagram, YouTube, Facebook csatornákon, és hát ugye a YouTube-on tartozunk, tehát még egy órával, erőt eszembe van nálam egy Honda sport motor, illetve sport, na, szóval értitek, Honda Motorsport, vagy ez is azzal kapcsolatos kis limitált óra, a Casio-tól, illetve az Edifice-en belül, szóval, de most megint belebonyolódtam, a lényeg az, hogy iratkozzatok fel a YouTube-ra, hamarosan újra elkezdjük az órákat sorsolni, itt a nyár vége, és özönlenek majd az órák hozzátok, iratkozzatok fel, ja, megkövessetek, szevasztok!